5 számban indult és 3 ezüstérmet szerzett a Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A nyíregyházi úszónő így megismételte 2 évvel ezelőtti kazanyi teljesítményét, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a 2 medencében elért második hely mellett 1 érmet nyílt vízúszásban gyűjtött be a civilben fogorvosként dolgozó sportoló. Elmondása szerint a 3 kilométeres ezüstér kellett a legjobban megdolgozni az úszónőnek. A 3 kilométeres hosszú táv az volt a legnehezebb, meg abba fáradtam ki a legjobban, és ott nagyon nehéz volt az egész verseny maga is. Nem csak, hogy ezüstöt nyerni, hanem maga az úszás is, meg a körülmények is nagyon nehezek voltak, amihez én nem vagyok hozzászokva. Aki medencébe edz, az nem tudja, hogy milyen egy nyílt vízen úszni, bár már úsztam és nyertem is nyílt vízen, de most ez a Balaton, ez egy teljesen más arcát mutatta, mint amit eddig úsztam hosszú távon. Nyíregyháza polgármestere elmondta, hogy 2 alapsportágban sikerült olyan eredményeket elérni, amelyek példaként állíthatók a fiatalok elé. Ez nagyon nagy büszkeség Nyíregyházának, nyíregyháziaknak, hiszen óriási eredményeket értek el, mind Diabid Máté, és természetesen az önkormányzat támogatja, de külön köszönet azoknak a cégeknek, akik az ő felkészülésüket segítették. És hát azt gondolom, hogy ez igazolja egyrészt azt az infrastruktúrális programunkat, ami a sport terén folyamatosan már évek óta megvalósul, és hát az utánpótlás remélem mind a 2 nagyon fontos területen, úszásban, atlétikában, Nyíregyházának nagy hagyományai vannak. Azt is jelenti, hogy a gyerekek számára itt van 2 példakép, és remélem, hogy ez majd meglátszik az eredményekben is. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint óriási eredmény a hatalmas mezőnyben szerzett 3 érem. Nagyon büszke voltam rá, hogy ugye ezüstérmeket nyert, ő közben azt mondta, hogy szeretne aranyat is, és hogyha aranyérmet nyer, akkor abba hagyja az úszást. Mondtam, hogy talán akkor jó lesz nekünk az ezüstérem is. Lám-lám 3 ezüstöt szerzett, de óriási teljesítmény, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy csak nem 10 000 nevező érkezett hazánkba az úszás sportágban a Masters világbajnokságra, és itt helytállni ilyen közegben azért ez tényleg felemelő volt. Szokoldi Anna ebben az évben még több versenyen rajtkőre áll, Hellebrand Máté pedig 2 viadalon indul el szeptember első felében.